Sziasztok, Andi vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. A mai videó egy már nagyon régóta ígért szuszni update videó. Ha esetleg nem maradtál volna arról, hogy ki is Suszmi, van már róla két videón fent, de egy mondatban összefoglalva, Suszmi egy 7 hónapos bak törpe nyuszi, aki a legcukibb és legtudásabb az egész világon, mert szerintem minden nyuszi anyuka és apuka ezt mondja a nyusziáról. Szóval Suszmó fél éve van nálunk, és lássuk is, hogy miben változott. Először is nagyon megnőtt. Az eredeti 260 grammjáról most már 840, sőt már 880 grammos a kicsi baba, de szerintem a cukisága még mindig verhetetlen. A rossz csontkodása az egekbe szökött, de ez összefügg azzal is, hogy már eléggé érik neki az ivartalanítás így 7 hónapos kor környékén. Jövő héten el is visszük állatorvoshoz körmet vágni, mert annyira izgálva, hogy képtelenek vagyunk rá így egyedül, és akkor megnézik, hogy mikor lehet így ivartalanítani. Mindenesetre az eddigi rongálásai, egy iPhone töltő teljes kinyírása, a naptáron megcsúcsálása, a táskám válpántjának folyamatos ostroma és pár kanapi lepislés. Meg néha rájön az 5 perc, és elkezdi csúcsálni a szegély léceget. De összességében amúgy egy nagyon jól levelt nyusziról van szó, de mi mindig imádjuk, amikor rosszalkodik, csak hát igen, bánja egy-két cuccunk. Imádja reggelente követelni a kajáját, és a ketrecrázást elimináltuk hál' Isten azzal, hogy letakarjuk éjszakára, pedig hobbijává váltam úgy kelteni minket ilyen 6 körül minden egyes áldott reggel, hogy ő felsége éhes. De azért egy happje megmaradt, hogy amikor eszi a reggeliét, akkor vagy közben, vagy a végén fogja a tálkáját, és megpróbálja elhajítani, hogy ő a földről szeretne enni, köszöni szépen, neki nem kell tálka. Szeretnénk amúgy az etető tálkájának is venni egy kerámiát, hogy ne tudja dobálni, mert borzasztó, amikor elkezdi. Mivel 3 hónapos koráig csupán szénát, vizet és a tápját kaphatta, utána kezdhettük el bevezetni nála a friss zöldeket. Eddigi kedvencei a kapor és a bazsalikom. Teljesen oda van értük. Talomfalatokból pedig a szárított répa és a szárított cékla a kedvence, de ezen kívül nagyon szereti a petrezselyem gyökeret és a pittypong gyökeret is. Nem tudom, tudjátok el, de a nyuszik elképesztően tiszta állatok, folyamatosan mosakodnak, tisztogatják magukat, viszont nem úgy, mint a cicák, ők nem tudnak hányni, nem tudják visszaöklendezni így a szört, amit megesznek, szóval szó szerint az is bogyó formájába távozik belőlük, ezért kell nekik szőroldót adni, és ezen kívül speciális kis fésűvel kiszedni így a felesleges szört. Mindenesetre imádja a szőroldót, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert például, ha valami belemegy a szemébe, akkor ezzel kenyerezzük le, miközben próbáljuk kimújtani a szeméből a beleragadt, általában kis szénadarabot, úgyhogy Isten áldja a szőroldót. Gyümölcsökből pedig az alma és a szőlő a nagy kedvence, amint meghallja, hogy esszük, rohan oda, hogy ő is kér, kis kunyigép, de ezekből nagyon ritkán kap, és csak nagyon picit. Amúgy rettentő cuki, mert sokkal szociálisabb, mint volt, felugrik például hozzánk a kanapéra, ami elképesztően aranyos, ahogy repül. Bár ilyenkor mindig gyanút fogunk, hogy le akarja pisilni, de hát mostában azért nem szokta. De ezt azért most lekopogom. Te most dolgozol helyettem, Suszmi? Na, szállj le! Szállj, Suszmi! Szóval összességében sokkal jobban bírja így a simizgetés, puszilgatást és keresi a társaságunkat. És ez olyan jó érzés! Nagyon szereti, hogyha foglalkozunk vele, hogyha játszunk vele, van ez a picike csengője, ami hát hivatalosan egy kutyacsengő, és ezzel imád jutalomfalatokat kunyerálni, és hát igen, néha már kicsit bepörög és elhajítja a csengőt, hogy adjál már jutalomfalatot! Suszmi hatalmas felfedező, amúgy mindent körbejár, mindenhova föl akar mászni, mindig le kell szedni teljesen elborult helyekről, és amikor kint vagyunk a fürdőben, akkor tudja, hogy szabad az út a konyhába, ahova tudja, hogy nem mehet, de mindig kirohan. Suszmi! Suszmi, mit csinálsz itt? Vissza! Menj vissza! Menj vissza! Menj vissza! Nem arra! Vissza! 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 És úgy kell összeszedni és így visszahesegetni, hogy menj vissza, és tudja, hogy rosszat csinált, mert utána általában nagyon örül magának, hogy tilosba járt, és ott ugrál boldogan, mi meg így... Miért? Bár úgy lehet, hogy ilyenkor nem kéne jutalomfalatot adni neki, mint ahogy mindig szoktunk, és akkor nem rohan neki többet.
Már a korábbi videóban is említettem, hogy párgolyótól eltekintve teljesen szobatiszta, hogyha nem számítjuk azt a malackodást, amit csinál a szénával, és így néha széthordja, és fenn néz ránk, hogy szolgák szedjétek össze, és hát igen, mi mindig összeszedjük. Imádom, hogy szereti eldobni magát így a lakás különböző pontjain, mert ez azt jelenti, hogy teljes biztonságban érzi magát, és teljes bizalommal van felénk, és ez, hát ez nagyon-nagyon jól esik. Hát nagyjából ezek történtek a kis életével, mi imádunk minden vele töltött pillanatot, legyen szó akár tévézésről, akár játékról, Szuszmi a legcsodásabb. Persze órákat tudnék még mesélni róla, de legyen az a következő nyuszis videóban. Amit amúgy ilyen Szuszmi rutinnak tervezek, hogy így este, reggel miket csinálok, etetés, almozás, meg nem tudom, lehet, hogy elmegyek ilyen vlogszerűen így cuccokat vásárolni neki. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, mindenképpen nyomjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, és hogyha van bármi nyuszis, nem nyuszis videó ötletetek, vagy bármi kérdésetek Szuszmóval kapcsolatban, akkor azt kommenteljétek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok!